Üdvözlök mindenkit! IT ott vagyok, és egy újabb összejelentkezem, szerint elértünk egy bizonyos mérföldkövet, szóval a helyzet a következő. Immáron 6000 pontos vagyok, és akit most láthattok, ez a jelenlegi játékos úgy döntött, hogy ki kell engem. Viszont nem félek tőlem, a legnagyobb falja sincs akkora pontos, mint én, és annyira nem zavaró. Annyira pár, hogy ki tudott kémlelni. Itt a jelentés. Igen, a seregen mit vannak, mint láthatjátok, körülbelül azt a stratégiát tartom, hogy ahány pont, annyi sereg, tehát 2500, 5000-7000 seregen van körülbelül, 6000 seregen van, de az bővülni fog csupán azért állt le, mert a tanyahely megtelt, és most bővítem. Viszont van egy másik mérföldköm, foglalok. Mert itt van, jelenleg már a harmadik támadásomat viszem be ennek a barbár falunak. Remélhetőleg még ma az enyém lesz. A helyzet az, hogy az öt fokolók barbár faluk, mert védekező vagyok, és jelen per pillanat nincs lehetőségem más faluk kifosztására. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy barbár falut fogok foglalni, méghozzá a közvetlen szomszédomba fogom ezt elfoglalni, és lehetőleg jövő hét folyamán ezt is. És akkor a recept a következő lesz. Fogom magam, és beaktiválom a 7 napos ingyenes PF-emet, és minden nyesemet belenyomom, miután megölt a 2500 íjászom. Addig csak lájtosan fejleszgetek, és még egy védekező falut felállítok, illetve egy fullos támadó falut is, ami lehetőleg vagy ez lesz, és akkor kezdek a környékemen egy kicsit úgymond terjeszkedni. Egy jó hír azért, hogy a Prateoriánusok elmentét kötöttek, viszont a játék ezért kezd nevekedni, ami eléggé aggasztó, és eléggé zaklassák itt a környékbelieket, aminek én nem örvendek, mert ők csevelnék a védelmet, csak én nem szívesen adnék, hiszen van egy bizonyos játékos, aki, hát most így fogom megmutatni, hogy kiről van szó, Tomi57, aki állítólag 7 éve játszik a klánháborúval, viszont ez már valahol a negyedik alkalommal kéri a segítséget a klántól, és valahogy nehezemre esik elhívni azt, hogy valaki 7 év alatt annyi tapasztalatot meggyűjtsön össze, hogy egy kezdő kombinációs falut ne tudjon úgy felállítani, hogy az normálisan a rendje módján működjön. És éppen ezért jelen per pillanat megtagadtam a segítségadást, ugyanis engemet is kikémleltek, és félő, hogy nekem is be fog jönni egy támadás, és félő, hogy lehet, hogy akár két faluból fog támadni, ami jelenleg per pillanat ismeretlen sereg mennyiséget jelent, úgyhogy nem szeretnék kockáztatni, jelenleg bent tartom a falomban a védekezőket, ugyanis őt mindig támadják, hogy valamiért sose csinál sereget, és valamiért nekem a nagyon gyanú, hogy elvárja azt, hogy a klán védje meg őt, és nem tesz saját értekében semmit. Tehát aki 7 éve játszik a klánháborúval, annak bizony kell legyen egy annyi minimális tapasztalata, hogy egy annyit, hogy magát megfédje a kezdetekben, tudjon. Illetőleg, ami még pluszba történt, egy zöld nyesi zászlót be tudtam szerezni, ami, hát nem sok, de most egyelőre az is bőven megteszi. Lobogok a 14%-os felé, mint láthatjátok, most van már két termelő zászlom, illetve van egy toborzási sebesség növelő zászlom, és éppen egy másik világba beaktiválva, a könnyített kettőben, amit hamarosan majd át fogok rakni ide. A könnyítettbe amúgy csak itt update-ként, frissítésként már gyűltek a falunk számai, már 18-nál tartok, és ez csak nő, és remélhetően minél több lesz, mert itt már az a baj ezzel az egy falummal, hogy borzasztó sokat megett a templom, és csak kettes szinten van. Mint láthatjátok, 3-as szinten 4000-et kér, 2-es szinten is valami 3000-et, és ez körülbelül a tanyán felét fogja elfoglalni, amikor kész lesz, de muszáj, mert értitek, kell nevelni a templom hatósugarát. Itt is, itt az a baj, hogy itt kifújtam a területből, most lett két barbár falu, de jelenleg azokkal nem fogok foglalkozni, ugyanis itt szeretnék kiépíteni egy bázist, és mint láthatjátok már, igen, foglaltak belőlük, és én is szeretnék egy nagyobb darabot innen kiszakítani magamnak. Lehetőleg ezeket a falukat el szeretném minél hamarabb foglalni, de hát ez csak egy informatív jelleggel, ott is
folytatódik a harc, gyűjtöm a zászlókat leginkább, és sereget képzek. 90%-ban védő vagyok ottan, úgyhogy nem zavaroltatom magam. Azon próbálok tetkezni, hogy vajon ennek az 1200-dik kiknek mi lehet a stratégiája, mit szeretne csinálni. Ugyanis jelen per pillanat kikiemelt engem, de nem sokon múlott, hogy azt se tudja megcsinálni. Sajnos túl későn vettem észre, és számítottam arra, hogy kém el fog jönni, így beraktam még plusz kémet gyártani, név szerint 51, csak sajnos túl későre. Így nem gyártott elég, hogy azt a 6 kémet úgymond sikerüljön még megölni, és akkor szerencsétlenül járt volna. Tehát ez van, kikiemelt, ami nem tudom. Én a minden esetben abban reménykedek, hogy megrettem, hiszen 2500 lángyás kartforgató már egy igen jó védelem, főleg, ha még ezelőtt íjászal megspékeljük, akkor meg pláne főleg, hogy van íjásznak való harci önnyiblód íja, ami 30%-kal megneveli a támadó és 20%-kal a védekező értéket, illetve már közel járok a harmadik fegyver megszerzéséhez, ami, hogyha egy Palaceus hosszú kardja, ha azt hiszem azaz, amelyik megneveli a kartforgatókat, akkor még inkább jobban járnék, bár sose lehet tudni. Úgyhogy remélem, hogy megrettem attól, hogy megtámadjon, hiszen ez egy bő 8-10 a seregnek simán ellenáll egy ilyen kombináció, illetve, hogyha mégsem és mindenkitől szakad, megszereztem Atletia fákjáját, ami 100%-kal megneveli a katapultok támadó erejét, ami még sokszor jól is fog jönni, sőt jól is jöhet, főleg, hogy lesz egy támadó falum, amivel azért dögivel szállnak katapultokat, és így azt is ki tudom használni, hogy a támadó falumból egy nagyobb részt védekezésre tartok fent, mármint pontosabban a katapult részét, amiből még egyelőre nem tudom, mennyit fogok gyártani. Továbbá, ami érdekességképp el tudok mondani, hogy 30-as szinten a bánya 4800-at és 5376-ot ad 12%-os zászlóval, úgyhogy nagyon jól haladok, és hamarosan megkapom ezt az achievementet is, illetve ezt. Tehát, ja. És amúgy csak úgy érdekességképpen nagyon rövid idő alatt jutottam vissza erre a helyre, tehát végül is még csak újra megkaptam a küldetést, még csak fel sem ment 100%-ra a fegyverkeresésem, és már 6000 ponton vagyok. Mondhatni, rakétaszerűen sikerült feljutnom. Ez egy dolognak köszönhető. Javarészt a minimum farm, amit behoztam, ennyi volt, és volt, hogy többet is tudtam farmolni naponta a környező barbárfalukból. Tehát ilyen napi szinten sok farm jött össze, és így a bányákat toltam fel először, amiben nem nagyon bíztam, de őszintén szóval kifizetődött, ugyanis, mint láthatjátok, igen-igen jól megdobja a termelést. Még így is 26-os szintű raktárral 14 óra alatt tele van a rakim. Legrosszabb, ami van, 48 óra, tehát hogyha két napig nem lépek be a raktáron, már fullon van, ami igen szép nyersanyag, főleg kiegészítve azt, hogy időközben még farmolgatok is a 100 darab könnyű lovasommal. Javarész 25 egységet küldök, már annyira nem farmolják a környező barbárfalukat, hogy 3-4 farm után van az, hogy 2-3 százakot hoztak. Tehát nekem speciálisan megéri 25-esével küldözgetni össze-vissza őket, mert egyszerűen annyi nyesit hoznak, hogy még így is sok, ami van a faluban. És ja, nem akartam kívülfoglalni a falut a határokon kívül, mivel védő vagyok, és így eléggé ki lenne téve a dolgoknak, így úgy gondoltam, hogy a közelbe fogok foglalni, és akkor könnyen tudom bevédeni őt, hiszen tőle van vagy olyan 15 percre a segítség, tehát bárhonnan támadjanak, 15 perc alatt én ezt be tudom védni, tehát a legközelebb egy óra, kettőtől is támadnak, akkor is bőnyugodtan az utolsó másodpercekben is, ha belépek, meg tudom védeni a falumat, és így nem kell megosztanom a seregemet, hiszen hogy is mondjam, ha valaki megtámadja ezt a falut, teszem fel 10 perc, 15-20 perc késéssel, meg megtámadja a nagy falomat, még mindig van lehetőségem a taktikázásra, tehát nem az van, hogy döntenem kell, hogy az itt lévő falomat védjem-e, vagy a fő falomat védjem-e, ami autodiktatom módon az, hogy a nagy falomat fogom védeni mindenképp, hiszen egy kis falut védeni a kezdetekben felesleges, ugyanis minek. Tehát egy 200-300 vagy 1000 pontos falu elvesztése még nem a világ vége,
viszont egy 6000 pontos falu elvesztése már igen, úgyhogy úgy maradtam a dolgokkal, hogy maradok abban, hogy a nagy falumban marad a védelem, sőt, gyarapítom, ugyanis ebbet kizárólag csak védők lesznek. Most azzal a 200 vagy valamennyi, tehát bocsánat, 100 könnyű lovas most már marad, az olyan nagy vizet úgyse kavar, de lényegében, ja, ott meg is álltam, azt mondtam, 100 nekem elég, bőségesen tovább nem is mentem a könnyű lovassal, és úgy vagyok vele, hogy ráállok a védekezőkre. Amint kész lesz a tanya, 2 perc múlva, és gyűl egy kis nyesi, fogom magam és autodiktata módon lövöm felfele a ijász láncsás és kartforgatót, körülbelül most már 3-3000 és 3000-re fogom gyártani, tehát úgy tűnik, hogy 3000-nél megállok, és akkor bevárom az ijászt is, hogy legyen 3, az már 9000 sereget jelent. Illetve még itt van a milícia is, úgyhogy egy elég bombabiztos védelmem van jelen per pillanat, emiatt nem aggódom. Úgyhogy, ja, remélem, hogy most már egy kicsit képet kaptatok a dolgokról. A sereget most jelen per pillanat azért nem tüntettem el, úgyis meg akartam mutatni jelentést is, amúgy is láttátok volna, és most per pillanat, úgy mindegy. Úgyhogy, ja, remélem 1200-at kik leszáll rólam már, mert a következőkben nem fog tervezni ellenem nagy offenzívát, és keres egy könnyebb prédát, hiszen azért szép számmal akad itt kisebb delikvens is, akit foglalhatna, mint például akár őt, vagy hát nem is tudom, valahol tudom én, őt, tehát sok mindenki van rajtam kívül, vagy akár a szomszédom, bár ő szövetséges, így, ja, ez van, gyerekek. Haladunk, már megvan az első falu foglalás fele az utam. Remélem, hogy sikerülni is fog, ugyanis szeretném, hogy sikerüljön. És remélem, hogy sikerült így elrettentenem, ugyanis ez a sereg felállítása nagyrészt csak elrettentés céljából van, nem másért töltem bele a nyersanyagot, hiszen úgy terveztem el, hogy az ellenség, ha még csak ki is kiemelem, már akkor elgondolkoztatóba elsződjön, hogy 20-as fal, nagy sereg létszám, meg plusz milícia, lehet, hogy túl drága falat lennék. Tehát én tipikusan az a játékos akarok lenni most jelen per pillanatban, hogy időszűkében vagyok a játékkal, hogy akárki, akármikor megkémlel, vagy megtámad, mindig is az levogjon a szemmel előtt, hogy ez túl drága, és túl költséges ezt a játékost lefoglalni, és lehet, hogy jobb lenne békében hagyni. Tehát nem szeretnék úgy kitűnni, hogy én könnyű préda vagyok, sőt, azt szeretném sugalni az ellenfelek fele, minden játékos fele, hogy én egy igen nehezen bevehető játékos vagyok, akit lehet, hogy nem éri meg jelen per pillanat zaklatni, ugyanis dugink van katonával, nyersanyaggal és mindenféle jóval, úgyhogy ha bármikor megtámadom, esetleg még hamar vissza talpra is tud állni, és éppen ezért nem érdemes vele foglalkozni, így hagyják a felébe, úgyhogy most per pillanatban is rakok 500-at képezni. Ez kb. 17 óra alatt megvan, tehát holnap délutára már van. Hát sem vagy kb. 3000 láncsásom, ami már egy ilyen jó kis láncsás összeg, utána jön a kartforgató és végül az ijász. Úgyhogy, ja, az ijászra viszont rá szeretnék gyúrni, mert most jelen per pillanat csak arra van plusz fegyverem, amit még hasznosra is tudok tenni. Még mit tudnék itt gyors bemenni. Tehát itt körülbelül ennyit tudok elmondani. Ez az egy oka, hogy barbárt foglalok, ugyanis a védőknek sajnos ez az egy hátránya, hogy biztonságban érzed magad, ugyanakkor nem tudsz mit kezdeni az ellenséggel, ugyanis támadni ezekkel a seregekkel nem nagyon tudod, és nem is nagyon lehet, nem is nagyon van értelme. Azon gondolkozok most, hogy visszatámadjam-e. Tehát én először kíváncsi vagyok, hogy mi van az ő falujába. És tömé valószínű, hogy vissza is fogok, bár ezen még filózok. 45 perccel van innen a lovakkal, tehát ha jól számolom, nevessel, lássuk, 35 perc per neves, per mező, az körülbelül, lássuk, mennyi időre van tőlem, 5 mező, az 3-4 óra környékén van, tehát 5 perc, 25, 3 óra 25, 3 és fél óra, sac per kb. Durván számolva az út onnantól idáig, úgyhogy akármi történik, nem félek attól, hogy lesz, hiszen 3 óra ide, 3 óra oda, úgyhogy, ja.
És valószínűleg a seregei is meg vannak nagyjából osztva, ugyanis ahogy én látom a dolgokat, van két kisebb falúja, meg egy nagyobb és egy közepes, úgyhogy szerintem ezekből a falukból igencsak vigyázza a dolgaira, tehát nem hiszem, hogy végtelenül hagyna három falut, úgyhogy ja. Az elsőkben kell nagyon odafigyelni, hogy minél jobban be tud védeni a faludat, és minél jobb legyen az úgymond arány a faluk között, ugyanis ha csak egy falura koncentrálsz, és a többit elhanyagolod, akkor olyan bajba kerülhetsz, hogy a fékeknél a kritikus helyzetben nem lesz a kisebb falunak védelme, és a nagyobb falut a kockára tedd, és sokszor a nagy falu fogja megszívni, sőt, mint mellette meg a kicsike is, úgyhogy ja. Ez közel 30%-ot vett le. Lássuk, mennyit nem elkerült 24%, 53%-ról. Hát igen, ez a következő támadással már az enyém lesz. Úgyhogy én szerettem volna mondani, gyerekek. Köszönöm a figyelmet. Találkozunk a következő videóban. Én nagy jót voltam. Sziasztok!